Sziasztok, ez itt úgy fent halkozik a játékban, és ezúttal Kapitány Korzai második részét. Láthatjátok, ahol a kincsér, annak is dupla DVD és két DVD is kiadásán. Ez a DVD kiadás egy kicsit talán hozzáfoglalkozhatik, így dárkosabb lett és sötétebb lett, pedig azért a második részben is hát vannak vicces, humoros elemek. Bár ezt meg kell, hogy néha összevetjük az első részsel így egész évben, talán tényleg a második, amik részt néhol sötétebb, de néha meg még humorosabb is. No, hát itt egy kicsit sötétebb dizájnt kapott a külső valító, de szerintem valaki jól néz ki. De nézzük, hogy mi van a DVD belül, ez egy ilyen lehúzhatós, ilyen slip case-es, ha jól emlékszem a DVD szakszavakra. Hát belülről is ilyen a kiadvány. Amit fontos tudni erről a kiadásról, az nem más, mint hogy nagyon sok extra van a másik DVD-n, illetve valamennyi van, azt hiszem, az első is. Összesen nem kevesebb, mint 8 órányi extrát láthatok magyar felirattal, ez nagyon fontos. Először is vannak karakterbakik, illetve forgatású bakik. Aztán, ahogy ők mondták, a forgatókönyvírókkal, tehát Eliottal és Terrio Rossioval. Visszatérési terv napló produkció előkészítéséről. Terv szerint napló a forgatásról, Jack kapitány, tetező talpig, titkok és legendák feltárása Johnny Depp és mások működésével. Kardmutatványok a főszereplőkkel. Ismerje meg David Jones, egy legenda anatómiája. A Kraken megalkotása, amely egy nagy főszereplő szó szerint is ebben a részben. A Disneylandi kalantúra újra álmodása. Jég és föld között a forgatáson a Csontkalicka. Hát ugye ez a emlékezetes, néha talán már túl túlzásba vitt, sokak által legalábbis így vélt. Jelenet Johnson különböző beszélőtekkel összetűzésbe kerülnek ugye bár főszereplői. A producer fotóval volt Jerry Bruckheimerrel, Kalózok a sugárúton, a világpremiér. A filmtechnikai jellemzői pedig nem mások, mint a Szűjét Szüres Vásztó. Verzőről van szó, 19-es képarányjal, és 5.1-es magyar és angol hang is kapcsolódik hozzá, még nagyon örömteli, hogy azt nem hagynám lesz sosem. Egy DVD-ről is csak monót rakják, 2.0-át, hát én azt nagyon kevesen. Na hát itt van a DVD, itt van egy kis füzetecske, amelyet kivéve láthatjuk az extrákat egyébként, részletesen leírva, képekkel egyetemben. Nagyon szép kérdés, de ezen kívül van egy kicsi kereső térkép is, van meg kell mutatni, ilyesmi, rossz, és a különböző színészeket, jeleneteket is láthatjuk. Ilyen is az első lemeznek itt van, a leírása a másiknak pedig itt. Az első lemez gyakorlatilag a film, ennyi az extrák a film, a másikban van a legtöbb extra, hát gyakorlatilag az extra. Utána túl is láthatok még egy-két leírást, illetve egy jelenetes extra választót. Hoppá, itt. No, hát ez egy elég szép kiadás. Már ilyen szempontból is. Itt pedig a DVD. Kérem szépen, sajnos továbbra is ezt a dizájnt van, azt tudták, szerintem sokkal rosszabb, mint a két oldalon lenne egy. Legalábbis itt a Karib tenger provozainak esetében. Hát, nagyon jó a választása rányadhatott térképek esetén a DVD-t, mert ugye stílszerűen a második epizódhoz igazítva. Hát ez egy igazán szép kiadás, és egy-két ezer is szerintem megéri. Ma már elég ritkán lehet beszerezni interneten is. Egyetlen hibája az, hogy kicsit nehézkedj belrakni ebbe a script pénzben, és sokkal könnyedre kéne, hogy legyen a dolog. Már én csak át fogit raktam be. No. Tehát lehetne egy kicsit erősebb, jó ezt használni a pillanatban, mert én mutattam nektek, de lehetne egy kicsit erősebb a szűkész, a DVD is, illetve benne lévő tartó tokuk. Hát ezen majd változtatom neked esetleg később egy Blu-ray kiadásban, bár már ugye megjelen Blu-ray-en, nem tudom, hogy ez hasonló
tartalmat tartalmaz-e, vagy még bővebbet, de én a Gaberre tippelem. Hát ha az ennél erősebb, akkor ez nagyon jó, mert azt nem áll fel a kérdőjének. Remélem tetszett nektek, majd a harmadik részt is hozhatom nektek természetesen, az is már itt van a polcon. Sziasztok!